Tisztelt polgármester úr, rég találkoztunk. Hol merre járt eközben az időközben? Igen, régen találkoztunk, mert Vietnámban voltam hivatalos úton, amit sikerült úgy intézni, hogy ne csak a testvérvárosi látogatást, amit már meg kellett volna ejtenünk már tavasszal, hogy azt szerveztük úgy, hogy most legyen, hanem a hivatalos állami program is volt. Ugye most volt a Vietnámi Magyar Gazdasági Vegyes Bizottságnak is az ülése, ami azért fontos dolog, mert a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat ilyenkor rendezik, ez általában évente szokott lenni, egyszer Magyarországon, egyszer meg a külföldi országban. Most ugye idén Vietnámban volt, és ez a Gazdasági Vegyes Bizottság most nagyon jól sikerült. Három olyan fontos megállapodást kötött a két ország, ami jövőben mutató. Mind a három az úgynevezett kötött segélyhitel programhoz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy Magyarország külföldi országoknak, így például Vietnámnak is segélyt ad, ami csengő forintot jelent, és azért kötött segély, mert úgy ad segélyt, hogy ezt a pénzt viszont magyar vállalkozóknak kell elkölteniük kint Vietnámban. Tehát segít egyrészt a vietnámi államnak is, hogy olyan dolgokat tudjon megvalósítani, amit ön erőből nem tudott volna megvalósítani, illetve segít a magyar vállalkozóknak is, mert legalább 50%-ban magyar vállalkozóknak kell ezt a pénzt elköltenie kint Vietnámban. Három ilyen megállapodást írtak alá a Gazdasági Vegyes Bizottság keretében, illetve az üzleti fórum keretében. Az egyik az a egyik vietnámi megyének a népességnyilvántartási rendszerének kialakítása, a magyar szoftverekkel és vietnámi hardware eszközökkel kerül ez majd kialakításra. Egy magyar cég viszi a know-how-t, illetve azt a szoftvert, ami a nyilvántartást fogja majd vezetni. Ennek a üzleti megállapodását írták alá kint. Van egy víztisztító, vízkezelési projekt, aminek a megállapodását aláírták, ez is két vidéki helyszínen, vietnámi helyszínen víztisztítást, illetve kezelést magyar cég fog végezni Vietnámban, ennek a megállapodását is aláírták, illetve aláírták az elő megállapodást, ha lehet ezt így fogalmazni, Saigontól, tehát a déli fővárostól, a Vietnám déli fővárosától, vagy hát inkább úgy mondom, a legnagyobb városától, nem messze levő megyében egy onkológiai központ építésének a beruházása. Ezek mind a három projekt már elég régóta húzódik, kb. Egy három éve dolgozik mind a két fél azon, hogy ezek tető alá kerüljenek végre, és most végre, amióta új nagykövete van Magyarországnak Vietnámban, azóta fölgyorsultak a folyamatok is. Végre pont került az íre, ha lehet ezt így mondani. Persze még meg kell valósítani majd ezeket a projekteket, de most már legalább a szerződés alá van írva mind a két fél részéről, és nagy öröm számomra, hogy a Gazdasági Vegyes Bizottság keretében most, amikor én is ott voltam Vietnámban, ezt sikerült tető alá hozni, mint a parlament, Interparlamentális Unió magyar-vietnámi tagozatának elnöke, külön örülök neki, hogy ezt ebbe a ciklusba sikerült összehozni, és örülnek neki, hogyha 2014-ig ezek meg is valósulnának, ezek a projektek. Ez mind sikert hoz, mind a vietnámi államnak, és mindegyik projekt, illetve kettő projekt ebből olyan, hogyha ez sikeres lesz, akkor kiterjesztik az egész országra. Az egyik ilyen a népességnyilvántartó rendszer, a másik meg a vízkezelés, víztisztítás. Hogyha ezek sikeresek, akkor még számos helyen Vietnámban föl tudják használni, ahol már nem magyar pénzből, hanem teljes egészében vietnámi állami pénzből folytatják majd ezt magyar vállalkozók Vietnámban. Ezt a dolgot, és emellett persze úgy időzítettük, hogy ha már megyünk, akkor már a Tájhó kerület előjáróival is találkozunk, és beszéljünk arról, hogy hogyan lehet a jövőben alacsonyabb szinten, tehát nem állami szinten, alacsonyabb szinten a két ország közötti kapcsolatot erősíteni. Most fölmerült iskolák közötti kapcsolat, ott leginkább tanmenet, vagy inkább úgy mondom, hogy oktatási szisztéma tapasztalatcserét voltunk. Van ott egy nagyon sikeres iskola, ahol hát magyarázták nekem, és nem teljesen értettem, de ez az én hibám, hogy a jobb agyfélteke meg a bal agyfélteke kihasználtsága közötti különbséget dolgozzák le, és mind a két agyféltekét próbálják egyformán használni, és nagyon gyorsan tudnak számolni, a gyerekek ezt be is bizonyították, tehát ott kisgyerekek nagyon-nagyon gyorsan tudnak fejben számolni, összeadni, kivonni, gyököt vonni, ezt, azt, mit tudom én, micsodát, és ezt a módszert próbálnák ők
terjeszteni a világon, így Magyarországon is. Ebben azért nem látok most egyelőre még nagyon komoly dolgot, hisz a pont most január 1-től az oktatásnak a szakmai irányítás az államhoz került, tehát nem a kerületnél van, ahol eddig volt, úgyhogy mondtam is, hogy talán egy kicsit elkéstünk ezzel a dologgal, de minden esetre nagyon érdekes volt ez az iskola és azok a gyerekek, akik ott voltak és tudták ezt. A parlamenti kapcsolatokat viszont már lehet esetleg használni erre a dologra. A parlamenti kapcsolatokat mindenképpen, úgyhogy én már mondtam is a Szijjártó úrnak, hogy ez még csak az első lépés, ez a Gazdasági Vegyes Bizottság, úgyhogy lesz itt még szerintem számos olyan dolog, ami előre viszi a két ország közötti kapcsolatot. Használjuk már ki, ha már tényleg tényként megvan, hogy a legtöbb olyan ember, aki nem magyar nemzetiségű és beszél magyarul, az vietnámi. Tehát több tízezren beszélnek Vietnámban magyarul. Jobban rosszabbul, nagyon sokan folyékonyan beszélnek egyébként magyarul, azok közül, akik itt tanultak. Ott egyébként külön szervezetük van nekik, tehát a Magyarországon tanultaknak külön egyesületük van, évente összejönnek, nagy bulit tartanak, jobban tudják a koncertusa számok szövegeit, mint akár mi. Tehát tényleg nagyon-nagyon ápolják az ő szívükben, lelkükben élő magyar régi tapasztalatokat, és nagyon büszkék rá, és nagyon szeretik a magyarokat. Ez volt nagyjából a vietnámi út, illetve ezen a héten sok minden előremutatót tettünk, főleg a előkészítésben. Ugye, amíg én kim voltam, addig csomóra a polgármesterről aláírta megállapodást a kormányhivatallal a járási rendszer kialakításával kapcsolatban. Ugye itt a 16. kerület 70 dolgozót ad át a járási rendszernek, és itt a 16. kerületben fognak dolgozni a legtöbbje persze természetesen. Az okmányiroda épületében, a Baross Gábor utcában, illetve itt a Havasalom utcában, az úgynevezett C-jelű épületben, amit talán úgy lehet jobban megismerni, hogy ahol most a szociális iroda van, meg az adóiroda, az az öltetős épület, ott azt adjuk használatba a járási hivatalnak, mindaddig, ameddig a Baross Gábor utcai épület föl nem kerül felújításra. Abba is próbálunk pályázaton indulni, hogy az felújításra kerül, és akkor mindenki átkerül majd a Baross Gábor utcai épületbe. A Pesti Imre kormány megbízatúra beszéltem, hogy mikor lesz az a időpont, amikor már minden ügyet itt lehet majd intézni. Tehát akár a földhivatali ügyintézéstől kezdve az INTS-t, hogy bármit itt egy helyben lehet intézni, és azt mondta, hogy legkésőbb 2013. december 31-éig ez megvalósul. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy végül is a parlamentben sikerült elérni azt, hogy minden kerületben van járás vagy körzet, és így nem kell az ilyen ügyek intézésére sem átmenni mondjuk Zuglóba vagy bármelyik más kerületben, amit a 16. kerületben el tudják ezt majd intézni. Aztán a másik, ami most fejtörést okoz nekünk, illetve dolgozunk rajta, az a január 1-től ugye a pedagógusok bérét, illetve a pedagógiai munkássegítők bérét az állam finanszírozza, de a technikai dolgozók bérét, illetve a épület fenntartása, ugye ez az önkormányzat feladata lesz, úgy, ahogy eddig is volt. De ebből az következik, hogy mivel az iskoláknak a Klebelsbergi rendszerben nem lesz külön költségvetése, így a technikai dolgozókat mi egy külön szervezetbe fogjuk átcsoportosítani. Leginkább egyenlőre úgy néz ki, hogy a kerületgazdaszolgáltató szervezetnek lesz egy részlege, aki az intézmények fenntartásával, őrzésével, takarításával, a konyhával, a kerttel fog majd foglalkozni, és akkor ide kerülnek már majd át azok a dolgozók, akik jelenleg a technikai munkát ellátják az intézményekbe. És hát ezt szervezzük, hogy akkor ezt hogyan lehet racionálisan végrehajtani a jövőben majd ezt a munkát. Aztán ezen kívül a polgármesteri hivatalban is változás lesz, ugye az SMS-ünket hozzá kell módosítani ahhoz, hogy a járási hivatalba elkerült 70 ember, és mi is racionalizálunk és átalakítjuk egy kicsit a hivatali rendszert. Párhuzamosságokat, ha volt ilyen, akkor azokat megpróbáljuk megszüntetni, illetve új struktúrát alakítunk ki. Ezen dolgozunk, ezt majd a november 21-i képviselőtestületi ülésen tárgyalja a képviselőtestület, és reményem szerint el is fogadja majd az új struktúrát, ami nagyban fog hasonlítani én megítésem szerint a régihez, csak hát azok a feladatok, amik elkerültek, azok már hát nyilvánvalóan nem fognak szerepelni a hivatalban. Ezen kívül az élet nem állt meg, ameddig nem voltam itt addig sem, az Újszász utca már egész jól áll, az aszfaltburkolat fönn van, a mai vagy a tegnapi napon már föl is festették az útburkolati jeleket, a zebrákat, ezt, azt, amazt. Fölmerült, hogy nem látják még az emberek, hogy a buszmegállókban lesz-e fedett váró. Mindenkit megnyugtatok, lesz fedett váró minden buszmegállóban, ahol fizikailag elfér, ahol nem fér el ott is.
Valahogy megpróbáljuk, szerintem az elemi érdeke mindenkinek, hogy fedett helyen esőtől védve tudjanak várakozni a buszra, úgyhogy mindenhol, ahol még egyenlően nem is látszik, hogy lesz, ott lesz fedett váró, úgyhogy nem kell emiatt izgulni, illetve számos olyan dolgot így megoldottunk, például a 45-ös és a 46-os busznak a csatlakozását is, ugye a Jókai utcán jön ki a 46-os, az Újszász utcán jön a 45-ös, eddig két külön megállóba álltak meg ott a Jókai utca Újszász sarkán, most ezt összehoztuk egy megállóba, kicsit odébb került a buszmegálló, úgyhogy most már közvetlen átszállási lehetőség van 45-ös, 46-os között, azon az oldalon is, ami kifele megy Cinkota felé. Mindenhova buszöből beraktuk, ahol lehetett a buszmegállókat, így nem tartja fel a forgalmat, ez kifejezetten az Újszász utca Hősök fasora sarkánál volt kritikus, tehát ott, mivel kanyarban is volt a buszmegálló, vagy a buszmegálló után föltorlódott a kocsisor, ott számos baleset történt az elmúlt időszakban, remélem ez a jövőben nem lesz így. Ezek történtek, illetve ott azért még árok kialakítás, még vízenvezetés, vízszikkasztási rendszer építése meg folyamatban van, de november végére én úgy remélem, hogy befejeződik ez a munka is, és akkor kompletten megvan az Újszász utca, és keresett a főváros egy újabb utcát, amit felújít itt a kerületben. Nekünk vannak ötleteink, hogy mit lenne érdemes felújítani, de hát ez majd a következő tárgyalások része. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét kívánok! Köszönöm szépen!